A Sopron elleni utolsó pillanatokban elveszített mérkőzést követően Sitko Ernőnek a hét első napjaiban nem csak a taktikával és a technikával, hanem a játékosok mentális állapotával is kellett foglalkoznia, mivel egy ilyen vereség azért nyomokat hagy a lelkekben. Az idő azonban erre is gyógyír, így a hétvégi meccshez közeledve már előre tekintenek a kosarasok. Túl kell, hogy jussunk ezen a mérkőzésen, hiszen az utolsó pillanatig nyerési esélyünk volt, és tanulnunk kell belőle, meg kell tapasztalnunk azt, hogy hogyan tudunk egy ilyen mérkőzést megnyerni. Elveszíteni már el tudtuk, most ezen tovább kell lépnünk, megnézzük azokat az utolsó néhány momentumokat, amik eldöntötték a találkozó végkimenetelét, és szeretnénk, hogyha ez legközelebb nem fordulna elő így. A Marsói Nyíregyháza szombaton a listavezető atomerőmű eső otthonában lép pályára. A paksiak eddig 8 győzelem mellett mindössze 2 vereséget szenvedtek, így egyértelmű esélye a találkozónak. Egy ilyen mérkőzés lehet arra jó esetleg, hogy meglepetést tudjunk okozni. Ez természetesen túl optimista mondat volt. Mi is tudjuk, hogy mi a realitás, viszont úgy gondolom, hogy meg kell próbálnunk valamilyen extra teljesítménnyel mégiscsak meglepni a Paksot. Úgy gondolom, hogy a Paks egy nagyon jó erőkből álló egyesület, ahol nagyon jó játékosok vannak, viszont igazából egyéni képességeket próbálnak érvényesíteni, és azzal nyerik a mérkőzéseket. Meglátjuk, hogy hogyan tudunk ez ellen felkészülni. Ha kontrollálatlanul, fegyelmezetlenül játszunk, akkor nincsen esélyünk győzelemre, és szoros eredményre sem. Viszont ha megpróbáljuk megszervezni a védekezésünket, támadásunkat, akkor úgy gondolom, hogy bármi lehet a találkozón. A forduló további párosítása a következő: Albafehérvár Szombathely, Pécs Körmend, Kaposvár Kecskemét, Szolnok Szeged, Sopron Zalaegerszeg és Jászberény Mavc. Az atomerőműese Marsó Nyíregyháza mérkőzést hétfőn 21 órától láthatják a Kölcsei Televízió nézői.